Sziasztok! A T4-es sorozat legelső tagját szeretném önöknek bemutatni, ez a HDR-50. Mi is ez a HDR? Mint Home Defense Revolver. Ez a széndioxid meghajtásos kis guminövedékes pisztolyka lenne. Külső ránézésre hasonlít Hellboynak a fegyverére. Nagyon adja a dizájnt és a feelinget. Igen, lehet, hogy ez egy kicsi uncsi videó lesz a bemutatóban, itt most lövéseket nem fogok a videóba leadni, mert nincs rá lehetőségem, viszont YouTube-on megtalálhattok egy csomó olyan videót, amivel bemutatták a fegyvernek a képességeit. De hát nézzük ki, mi van a csomagolásban. Kibontod a csomagot, és akkor ez a kép tárul eléd. Itt van benne a revolver. Adnak hozzá egy imbusz kulcsot. Van hozzá valahol még egy használati utasítás is. Angol, francia, német, spanyol, olasz, orosz, lengyel, török, és természetesen hát a magyar az hiányzik belőle, bár szerintem egy magyar piacra szánt a gyártó, az abban biztosan van egy magyar nyelvű leírás is, de mindegy, hát majd én németül próbáltam ezeket filózni, hogy mégis mit is írtak a termékről. A fegyver az így néz ki. Ott van benne ugye a T4-e, stb. Pentagomba az F betű, sorozatszám, Umarex gyártó, kaliberjelzés. Revolverekről tudjuk, hogy hogyan működnek. Egyébként ebbe a formában több terméket is piacra dobott az Umarex, légpisztolyként. Ugye ilyen a gumilövedékes fegyvere, a légpisztolya az viszont több fajta kivitelen is elkészült, mint csak simán acélbévés. Van olyan is, ami már diabolút képes hozagolt csővel kilőni, stb. Működtetése. Forgódob az egy korong gyakorlatilag. Ezt a kis pöcköt előre húzod, felrántod, ezt a korongot szépen gyönyörűen ki lehet venni. Ezután lehet beletölteni a 6 darab gumibogyót. És itt a német tesztelők elfelejtkeztek egy valamiről, hogy használat előtt lehetőség szerint átfújkálni kicsit szilikonnal, szilikonsprével, mert az bizony nagyon sokat segít a teljesítményének megtartásában. A gumibogyókat nem a koszorú oldali értelemszerűen, hanem a másik, az ellentétes oldal, csőfelelő oldalon töltött bele. Ezek szabvány 50 kaliberes kis gumibolyók. Ezek így be vannak töltve, meg lehet őket szépen fújkálni. Visszahelyezed, lepattintod, helyén van. A patron. Patront itt lehet beletölteni. Falra lefele helyezed be. És amikor betöltötted, akkor ez így tárolásra alkalmas. Ha használni kell, itt van ráírva egy push, rácsapsz, ez a hátsó stift itt neked kiugrik, és onnantól kezdve a fegyverrel lövéseket lehet leadni. Vagy gyakorló szándéka, vagy pedig támadás elhárításának céljából. Megmutatom nektek, hogy hogyan kell beletenni, igaz nem fogom tűzkészé tenni, mert ez az én kis lakásvédelmi eszközöm. És szépen gyönyörűen ráhúzod. Ezzel már tölt van a fegyver. Ami pozitívuma, hogy a fogása az kényelmes, ahhoz képest, hogy egy rohadt nagy batástukkerről beszélünk. Van benne egy glokkosított billentyű biztosító. Mert hogyha gyerekek elől elzárva akarjuk tartani, akkor erre ne építsünk el a billentyű biztosítóra, mert úgy is rá fognak jönni, hogy ezt a vackot hogyan kell elsütni. A fegyver energiája. És itt jön be ez a buzi német törvény, ugyanis a német törvény, a Waffengesetz, az légpisztoly kategóriába, légfegyver kategóriába sorolta be, innentől kezdve Németországban maximális energiája 7,5 joule lehet.
Magyarországon már másabb a helyzet, ott a 11 zsúlos is engedélyezett, azért, mert a magyar fegyvertörvény szerint ezek az eszközök paintball marker kategóriába tartoznak, pontosan azért, mert hogy a gumilövedékük az szép nagy, mint egy paintballé. De vigyázat! Ha németországi magyar vagy, és nem vagy megelégedve a 7,5 zsúllal, és hazamész egy ilyenért, és visszahozod, és elkapnak vele, akkor megsúrolnak érte, öregem. Azért, mert a magyarországiakon külön fel van tüntetve az, hogy hány zsúll energiájú. Ugyanis ezt Magyarországon az MKH bevizsgálja. Van MKH kártyája, itt Németországban nincsen, itt megelégednek azzal, hogy bele van ütve a Freierwaffen. Elsütés szempontjából könnyű elsütni, lágya sütésre, viszont a nézőkéjével én marhára nem vagyok vele megelégedve, ne úgy, mint a HDP-nek. Azért ezzel sötétben elég nehézkes normálisan célzott lövést leadni, de egyébként világosba is, hogyha véletlenül sötét célra akarsz rálőni. Annyira picik, hogy olyan nehéz rendezni őket, hogy ez még egy gyakorlott tapasztalt sportlövésznek is azért kicsit úgy megmutatja a leckét, hogy mit kell csinálni. A fegyvervétel áráról annyit kell tudni, hogy ez 100 euróba került, ugyanúgy, mint a HDP. A bogyók hozzá 18-20 euróba kerülnek, 5 euró volt hozzá széndioxid patron. Azért mondom, hogy ezek ilyen illúzió lakásvédelmi eszközök, mert ez a 7,5 zsúl vagy 11 zsúl energia, ez gyakorlatilag lófaszra nem elég. Fájdalmat okoz, de attól függetlenül a támadódat még jobban fel fogod hergelni. Úgyhogy ha lősz, akkor lehetőleg fejre adjál a lövéseket, azt akkor talán valami olyan lágy részé ezt, ami tényleg komolyabb sérülés vagy fájdalmat tud okozni a betolakodónak. Ezzel nem akarok senkinek se tippeket adni, de érdemes ezt átgondolni. Ebben a videóban ennyit szerettem volna nektek elmondani. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!